A népszerű sporteseményt évente váltakozva Magyar Kanizsán, Oromon, illetve Oromhegyesen szervezik meg. Az idei versenynek a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola tornaterme adott otthont. A Partizán Judo Klub meghívására Romániából, Magyarországról és Horvátországból érkeztek versenyzők, míg Szerbiát a szabadkai Spartakus és a házigazda Partizán KOT képviselte. A fiatal sportolók közül volt, aki komolyan felkészült a tornára, de akadt olyan is, aki lazában állt hozzá a versenyhez. Először, amikor jövünk be, átöltözök, és akkor megyek föl, és egy kicsit játszunk, utána elkezdjük tízkör futás, utána meg bemelegítés, és utána a harc. Terelem külött nagyon melez, ilyen kis verseny, és nem készültünk annyira rá. Az Aradi Podgória gyarok csapata tavaly vett részt először a Mikulás kupán. Ezúttal 10 cselgáncsozóval érkezett Magyar Kanizsára, Szabó Károly edző 10 éves lánya mellett csupa kezdőket hozott magával. A lányom a 10 éves korú, most 2 hete lett országos bajnok Magyarországon. Igen, országos bajnok lett, és Romániában a 3. helyet bronzérmes, országos bronzérmes. És így a többi gyerekek kezdők, szóval jöttünk ilyen kis fiatal 4-5-6-7 éves gyerekekkel, hogy örüljenek a Mikulásnak. Mivel a versenyen az érmek mellett Csoki Mikulást is kapnak a gyerekek, a Mikulás kupa népszerűsége évről évre nő körükben. Ezt igazolja az is, hogy a házigazdának meg kell szabnia, hány versenyző léphet fel egy-egy klubból. Oda jutottunk, hogy bizony, hogy meg kell mondanunk, hogy 15 versenyző jöhet egy klubból, mert hogyha nem mondjuk meg, mondjuk tavaly előtti évben olyan volt, hogy egy klubból 50-en jöttek. És azt nem bírjuk megoldani, mert ez egy kis verseny, egy kis meghívásos verseny, ez egy önköltséges verseny. Az immár 13. alkalommal megrendezett Magyar Kanizsai Cselgáncs Nemzetközi Mikulás Kupán 4 ország 9 klubjának 110 versenyzője lépett tatamira.